Sziasztok, Dorina vagyok, a Greenpeace Magyarország digitális engagement menedzsere, és ma a műanyagmentes július első kihívását, a műanyagmentes bevásárlást fogjuk nektek megmutatni. Kipakoltam ide az asztalra a mai műanyagmentes bevásárlás kellékeit. Gyorsan elmondom, hogy mi micsoda. Van pár szütyönk, van itt olyan is, amit én készítettem otthon házilag, van olyan, amit csomagolásmentes boltban vettem, de olyan is van, amit egy szupermarketben vettem, mert ott is lehet ilyeneket kapni. Illetve van pár nagyon-nagyon klassz Greenpeace-es. Ilyeneket úgy szerezhettek, hogyha adományoztok a Greenpeace-nek. Van egy olyan oldalunk, ahol adományért cserébe küldünk nektek ilyen műanyagmentes bevásárlásos szütyőket, illetve vászontáskát. Ezt az oldalt linkelem ennek a videónak a leírásában is meg tudjátok nézni. Befőttes üvegek, hogyha folyékony dolgokat szeretnétek venni. Ez egy ilyen nagyobb hálós szatyor, ez nálam szütyőként funkcionál, hogyha nagyobb mennyiségben szeretnék venni dolgokat, például krumplit vagy almát. Nyilván ez igényel egy kis előkészülés, nem olyan, mint amikor csak üres kézzel bemész a boltba és kapsz egy csomó műanyag zacskót odabent. Érdemes bekészíteni pár ilyen csomagolásmentes kelléket, akár az irodádban, hogyha hazafelé szeretnél valamit venni. Alapvetően nyilván ez egy icipicit több odafigyelést igényel, de abszolút megéri. Reméljük tetszett a videó, és meghoztuk a kedveteket a műanyagmentes júliushoz. Az első kihívás egy műanyagmentes bevásárlás. A szabályok nagyon egyszerűek, vásároljatok be műanyagmentesen. Ennek egy teljes heti bevásárlásnak kell lennie, tehát minden olyan terméket vegyetek meg, amit egy átlagos héten is, viszont műanyagmentesen. Vigyetek magatokkal újrahasználható zacskókat, szütyőket, vászontáskákat, dobozt, befőttes üveget, mély viaszos kendőt, amit csak el tudtok képzelni. Járjatok piacra, csomagolásmentes boltba, járjatok utána annak, hogy honnan tudjátok beszerezni a heti bevásárláshoz szükséges dolgokat műanyagmentesen. Hogyha pedig megvan, akkor készítsetek erről fotókat, videókat, töltsétek fel az Instagramra és a Facebookra, és aztán pedig jelöljétek be a Greenpeace Magyarországot, illetve használjátok a műanyagmentes július és a műanyagmentes kihívás hashtageket is.